Michael J. Sullivan, Rária, a kezdetek. Harmadik könyv, Dalgett halála, 20. fejezet, a merénylő. Royce jól tudott tömegben tájékozódni. Az apró termetű és fürge férfi ráérzett az emberáradatokra és örvényekre, amelyeket kihasznált és az előnyére fordított. Hadrian szorosan mögötte jött, átúszott a nyílásokon, mielőtt azok összezáródtak volna. Néhány alkalommal, amikor Royce akadályba ütközött, elég volt egy fenyegető pillantás, hogy az emberek félreálljanak az útjából. A nagyöklű és kérges tenyerű férfiak éppen abból az okból kerülték, amiért néhány csinos nőnek sohasem akad udvarlója. Az emberek néma közléseket küldenek egymásnak a szemkontaktus és a nyílt vagy zárt testtartás nyelvén. Vannak pózok, amelyek azt üzenik, barátságos vagyok, beszélgess velem. Ám Royce üzenete megegyezett egy jó hegyes pengéjével. Metsző tekintete képes volt megfélemlíteni egy szobányi, harcedzett haramiát is, és a hatás az egyszerű szántóvetők, az asszonyaik és a gyermekeik esetén megsokszorozódott. Az ő szemükben a tolvaj úgy festett, mintha maga a halál közeledne feléjük. A legtöbben, amilyen gyorsan csak tudtak, kitértek az útjából. Royce a távolabbi fal felé indult. A merénylő nyilvánvaló rejtekét látta benne. A várudvar túlsó oldalán a megemelt melvédet teljes egészében befették a lobogók, amelyek tökéletes púvóhelyet biztosítottak. Megfelelő távolságra, kevesebb mint 100 méterre estek a célponttól, és egyetlen terep akadály sem zavarta a színpad látványát. Még egy fókuszhoz hasonló idiótától is elvárható volt, hogy megoldja a feladványt. Láthatólag sikerült is neki. Egyedül ennek a melvédnek nem támasztottak létrát. A gyilkos odafent várakozott szépen elszigetelve. Kilőhette a nyilát, aztán a fal túloldalán leugorhatott egy ott várakozó lóra. A merénylő még azelőtt kereket volt, hogy bárki is felfoghatná, mi történt. Amint a tömeg észreveszi a merényletet, a beálló zűrzavarban a várudvar teljesen bedugul, és onnantól már bottal üthetik a gyilkos nyomát. Amikor Lady Dalgett belépett és elfoglalta a helyét, átfutott Royce agyán, hogy odarohan a színpadhoz és figyelmezteti, de aztán letett róla. Az orgyilkos már minden bizonnyal odafent csücsül a fészkében, és valószínűleg éppen a szemszerély mögül szemléli az eseményeket, a megfelelő jelre várva. Royce próbálkozása talán éppen ilyen jelzés volna, és a tolvaj azt remélte, van még idő megakadályozni a merényletet. Egyetlen előnyének csak azt nevezhette, hogy nem csupán Lady Dalgett nem tudta, hogy a percei meg vannak számlálva, hanem az orgyilkos sem tudott a tolvaj érkezéséről. Amíg a terv változatlan marad, addig a merénylőnek nincsen oka siettetni a lövést. Ha Royce és Hadrian fel tud jutni a melvédre, és az íjász a célpontra összpontosít, talán sikerülhet közel kerülni hozzá. Amennyiben így történik, Royce lesből megöli a támadót. Aztán döntést kell hozniuk. Egyszerűen köddé válhatnak, köddé kellene válniuk. Hadriannal együtt követhetik a menekülési tervet, amelyet az íjász előkészített. A fejében minden valamire való gondolat azt követelte, hogy így tegyenek. Aztán később visszatérhetnek és meglátogathatják Fox és Kint egy tetszés szerinti, sötét és csendes éjszakán, valahol, ahol senki sem hallja a sikolyaikat. Bármikor megölhette Foxot, amikor csak akarta, nem kellett nagy közönség előtt csinálnia, és nem is állt szándékában. Mindeközben a másik, kevésbé észszerű megoldás szintén csábítóan sutyorgott a fülébe, hogy egyszerre kényelmesen varjon el minden szálat. Beállhatna az IS helyére, de ahelyett, hogy Lady Dalgett belőbb repít számszerű lövedéket, Foxon ütne lyukat. Vagy Hadrian csinálná, ő jobban értett az ilyesmihez, a két és két működő keze is volt hozzá. Csak az a kérdés, hogy vajon a társának lesz-e gyomra a dologhoz. Hadrian még mindig holmi képzeletbeli erkölcsi tartásgátló hatásaitól szenvedett. Ha lövedék ültőhelyében odaszegezi Foxot a székéhez, ahogy ez könnyen megeshetett, a szertartás végigmehet anélkül, hogy bárki észrevenné ő lordsága halálát, amíg oda nem járulnak az üléséhez. Az ajongó tömegben, úgy, hogy az emberek figyelme a királyra és a hölgyre irányul, talán senkinek sem tűnne fel. Az uralkodó hatalom az íj mellett heverő halott orgyilkost hibáztathatná, ő és Hadrian pedig még aznap délután útra kelhetnének hazafelé anélkül, hogy hajtóvadászattól kellene tartaniuk. Minél többet töprengett rajta, annál kézenfekvőbbnek találta ezt a megoldást. Volt valami Royce-nak tetsző költői irónia abban, hogy Fox-szal ugyanaz a fegyver végezzen,
amellyel Nisza megölését tervezte, és Fox dicsőségének pillanatát a bukásába fordítani is szép csavar volna, csak hogy Royce azzal is tisztában volt, hogy oktalan reményeket táplál. Az érzelmek okozták, a szenvedély mindenkiből kihozta a félkegyelműt. Royce gyűlölte Fawkesot, és halálát még a Medfordi főispánénál, Lord Exeternél is jobban kívánta, aki egy éve ellátta Gwen baját. Győzködte magát, hogy mindez csak azért van, mert Fawkes megkísérelte visszavetni a manzanba, abba a feneketlen verembe, ahol Royce életének legrosszabb éveit töltötte. Ennyi éppen elegendő volt a halálos ítélethez. Amikor utoljára a manzanba küldték, a tolvaj olyan fizetséggel szolgált a felelősöknek, amelyet Kolnorában még mindig a félelem éven-éven említettek, pedig csupán egy nyáron keresztül tartott. Royce azzal próbálta megtámogatni döntését, hogy Fawkes egyéb bűnei szintén hozzájárultak a Bailey vágyához, hogy ott és akkor véget vessen a gonosztevő életének. Összetört keze, Hadrian elbódítása és Ryrie a rabszolgákként való értékesítése. Mindent összevéve Fawkesnak négy főben járó bűnért kellett felelnie, de még ezek együttese sem járt volna azzal az eredménnyel, hogy Royce belépjen abba a zsúfolt váródvarba azon a délutánon. Akármennyire is fájt beismerni, a nő miatt volt ott. Nisát próbálta megmenteni, miközben úgy tett, mintha csak a bosszú ösztönözné a cselekedeteit. Úgy okoskodott, hogy ez külön előny, ha még Fawkes tervét is sikerül meghiúsítania. Nem mondhatni, hogy Royce jól viselte volna a bolondokat, még akkor sem, ha ő maga volt a bolond. Tudta jól, hogy minden okoskodása szemétre való, csak kifogásokat keres vakmerő viselkedésére, és ez az igazság szörnyen bántotta. A grófnő olyan nagyon hasonlít Gwenre. A gondolat magától bukkant fel, de Royce messzire űzte a képet, ahogyan korábbi mentségeivel tette, csak egy kifogás a sok közül. Persze a nő sötét haja és olívaszín bőre emlékeztetett a kedvesére, de azért mégsem volt olyan sötét bőrű, mint Gwen, ráadásul hiányoztak belőle a jellegzetes káléi vonások. Ennek ellenére mindketten ugyanolyan kísérteties pontossággal olvastak a tolvaj gondolataiban, és hátborzongató bölcsességeket vágtak hozzá. Más lehetett a jelenség valódi oka, valami mélyebb magyarázat, amelyet még nem értett, és a megértés hiánya megijesztette. Olyan ismerős érzés vele lenni, amikor beszél, olyan, mintha ismerne. Ezen kívül pedig az a tény, hogy Hadrian visszahőkölt a grófnő megmentésének ötletétől, vagy hogy vonakodott megakadályozni a merényletet, elég bizonyíték volt arra nézve, hogy Royce hatalmas hibát készül elkövetni. Mindezek ellenére azonban Royce átverekedte magát a tömegen keresztül egy fűben fekvő létre felé, amelyet elég közel tettek le ahhoz, hogy sürgős esetekben segítségül szolgáljon, de eléggé távol ahhoz, hogy bárkinek eszébe jusson használatba venni. Kezdem átvenni Hadrian gondolkodását. Royce a gondolatra szigorúan összevonta a szemöldökét, és arckifejezését látva egy kislány hasra esett, olyannyira iszkolt, hogy kikerüljön az útjából. A gyermek sokáig nézett még az elhaladó csukjás után. A nap melegen sütött, sugarait ragyogóan szórta az udvarra, de amikor Royce hátra pillantott a kislányra, látta, hogy ez minden ízében reszket. És még csak nem is téged szemeltelek ki magamnak, üzente a gyermeknek, és érezte, hogy a merev sín keményen sajtolja a kezét és bal keze középső ujját. A bal kezen négy jó ujja bőven elegendő volt arra, hogy megfogja az Averstone-t, és az a tőr mindent képes átvágni. A fehér pengét az egyik manzanti hajcsár övéből vette vissza, ahová az idióta bedugta, mint valami régi kesztyűt. Ha a Schmasszernak sikerül ellopnia a kést, Royce azzal töltötte volna élete hátralévő napjait, hogy levadásza a fickót még akkor is, ha közben a manzantot kell átkutatnia érte. Csak a penge maradt emlékül a férfi után, aki a fegyvert készítette, azután a férfi után, akinek először sikerült megváltoztatni Royce gondolkodásmódját, és akit apja helyett apjának megmentőjének nevezett. Ahhoz, hogy valami nagyszerűt alkossunk, általában a semmiből kell kiindulnunk, emlékezett vissza a tanítására. Mindent le kell bontani, levetkőzni a tisztátalan részeket, és ahhoz nagy hőre van szükség. De ha az ember egyszer megteszi, elkezdődhet az építkezés. Az eredmény látszólag csodával ér fel, de ha még odáig eljutunk, az rohadt egy dolog.
Royce megpróbálta összeszorítani az ujjait, és elhúzta a száját. Rohadt egy dolog. Senki sem figyelt, amikor Hadriánnal a létráért nyúltak. Oda akarod tenni? Kérdezte társa a lobogók felé biccentve, de inkább kijelentésnek hangzott, mint kérdésnek. Könnyű volt megtalálni valamit, ha az ember tudta, hol keresse. Amikor Hadrián a helyére tette az eszközt, Royce indult elsőnek felfelé. A bal keze két előső ujját használva is olyan könnyedén haladt felfelé, mintha lépcsőt mászna. Fél úton felfelé egyszer csak eltűnt a Dalgett ház kék és fehér színei alatt. Ha engem bíztak volna meg a feladattal, lentebb és kicsit balra állítottam volna fel a számszeríjat. Úgy jobb a szög, és több idő van cselekedni, ha valaki felmászik ide. Persze, ha engem bíztak volna meg a feladattal, én a létrát is felhúztam volna magam után. Royce a többedik alkalommal is eltűnődött azon, kit fog találni a számszerénál. Nem Tollas Tomot vagy Roswell Hawkins-t, és valószínűleg nem is valami patkóst a gyémántból. Az utolsó néhány létrefokon fellépve Royce bedugta a fejét a futóhíd szintje fölé. A lobogók alatt fél homály uralkodott, ugyanis a melvéd mögött nyíló hosszú alagutat az egyik oldalról és felülről lefették a magas vászonzászlók. A másik oldalról a párták között négyzet alakú nyílások fénylettek, amelyeken át ki lehetett látni a váron kívüli tájra. A tompa napfénytől olyan érzés volt a térben tartózkodni, mint a sátorban volna az ember. A lobogók alsó fele úgy viselkedett, mint a festett üvegablakok egy folyosón. Alig 5 méterre balra egy férfi feküdt a hasán, félrefordított csípővel, egyik térdét felhúzva, a másikat kinyújtva, hogy beférjen a keskeny járatba. Kopasz volt, erősen cserzett bőrű, és tele volt tetoválásokkal. Karjait egy roppant méretű számszeríjon tartotta, orcáját a tuson nyugtatva. A fegyver alig kandikált ki a Dalgetti lobogó és a maradoni zászló közötti résből. Az íj orrát állványra tették, a másik vége belenyomódott a kopasz férfi vállába. Ahogy Royce várta, kötelet kötöttek a merénylő mögötti pártára, ezen tervezett elmenekülni. Nem vett észre. Valahol megkondult egy harang, Royce benyúlt a köpenye alá, és bal kezével óvatosan előhúzta az Alverstone-t, majd kiobakodott a melvédre. Az íjász olyannyira a célpontjára összpontosított, hogy észre sem vette. Túlságosan összpontosít. A gyilkos szeme összeszűkült és visszatartotta a lélegzetét. A harang, az a jel. Összetört jobb kezével nem dobhatta el pontosan a tört, ezért futva megindult a merénylő felé. Egy zsákmányára lecsapó sólyom sem tehette volna meg a távolságot gyorsabban, mint ahogy a kopasz meghúzhatta a ravaszt. Csak két lépés választotta el tőle, amikor... Csatt! A csattanás fősigetítően hangos volt. Odalentről a várudvarról egy halovány, tompa puffanás válaszolt rá, amelyet sikolyok követtek. Royce nem hitte, hogy a merénylő látta egyáltalán célba érte a lövése, ugyanis elvágott torokkal feküdt. Az ordiokos meghalt, de meg kellett fizetnie az árát. Fájdalom hasított a tolvaj törött ujjaiba, amikor végzett a fickóval. A vérben ázó sikamlós penge kicsúszott a kezéből, az Alverstone koppant egyet a melvéden, aztán lehult az udvarra. A francba! Hadrián, aki utolérte Royce-ot, félrehajtotta a lobogó peremét. Eltalálta? Suttogta neki Royce. Hadrián jobban félrehúzta az zászlót, hogy mindketten kitekinthessenek. Lady Dalgett összerogyva ült, gyönyörű kék köntösében, és egy masszív lövedék állt ki a mellkasa közepéből. Halott. Két lovag ugrott talpra, az egyik kardot rántott, és a tömeget kémlelte, hát ha észreveszi az ellenséget. Mindenki a Vincent király jobbján álló székre merett. Hadrián eleresztette az anyagot, hagyta lecsúszni a helyére. Le tudsz mászni a kötélen azzal a kézzel? Kérdezte Hadrián. Mielőtt Royce válaszolhatott volna, az udvaron az emberek egyszerre hőköltek hátra hangosan. Többen sikoltottak. Él! Kiáltott fel valaki. Annak az egy hangnak sikerült áttörnie a sokasság morajlásán. Royce hátrahúzta a vásznat, és saját szemével látta a lehetetlent. Nissa Dalgett szeme nyitva volt, mindkét kézzel kihúzta a lövedéket a testéből, és csak nézett rá döbbenten. Hogyan képes? Hogyan maradhat bárki is életben, miután felnyásalták egy akkora lövedékkel? Nissa leejtette a lövedéket. Az tompa csőrenéssel húlt a színpadra. Véráztatta az egykor csodaszép ruha elejét, feketére mocskolta a kéket. A nő köhögött, vér bugyogott a szájából,
amely iszonytatóan végigfolyt az állán és a nyakán. Felemelte a tekintetét, végig pillantott az udvaron, majd egyenesen Royce-ra nézett. – Segíts! – formálta a szájával. Csak nem 100 méter választotta el őket egymástól, de a nő tudta, hogy odafent van, és ugyanúgy bujkál, ugyanúgy figyeli. Mindig tudta, amikor Royce a közelben ólálkodott, és azt is tudta, hogy elf szemével a férfi le tudja olvasni az üzenetet a szájáról. Royce figyelmét elterelte egy hang, valaki felfelé mászott a létrán. Visszaejtette a vásznat, amely eltakarta előle a hölgy és a kémlelő szempár látványát. Nox hangja hamarabb odaért, mint a rendőrbíró maga. Sherwin, te átkozott, tegyél fel egy új lövedéket, különben nekem kell megfojtani azt a ribancot a gyengelkedőben. Amikor bedugta a fejét a melvédre, megdermett. Melből, Blackwater! Hadrián kivont kardokkal rohamozta meg Noxot, de a rendőrbíró sem volt rest. Megragadta az ászló egyik végét, azzal elrugaszkodott, és a testsúlya elvégezte a többit. Nox rendőrbíró a várudvaron ködött ki, letépve magával a Dálget ház kék és fehér lobogóját. Royce-ra és az Arbalestre mutatva felkiáltott. Orgyilkos! Orgyilkos! Az emberei felé indultak, keményen félrelögdösve a népet. Hadrián felhúzta a létrát, fejével a kötél felé intett. Nyerek neked egy kis előnyt, indulj gyorsan, mozogj! A lovagok a többi őrrel egyetemben folytatták útjukat a fal felé, de a sokaság lelassította a haladásukat. Az emberek zokogva hátráltak el a színpadtól, Vincent király földbe gyökerezett lábbal állt Nissa mellett, Lady Dalgett továbbra is könyörgő szemmel nézett Royce-ra. Segíts! Nekem kell megfojtani azt a ribancot a gyengélkedőben. Nem megyek, jelentette ki Royce. Mi? Vágott vissza a társa. Ki kell hoznunk onnan. Gyerünk, segíts már feltenni egy újabb lövedéket. Royce ügyetlenül matatott, hogy működésbe hozza az arbalesztet. Ki kell hoznunk? Royce, 1000 ember van köztünk és közötte. Talán 2000-en is vannak. Hogyan gondolod egyáltalán? Megrázta a fejét. Royce, irány a kötél! Nem hagyhatjuk itt. Hallottad, mit tervez Nox. Royce, ostobaságokat beszélsz, lefelé a kötélen. Nem kerül sok időbe, mire találnak egy másik létrát. Nem. Mióta képzelet hősnek magad? Figyelj, én igazán szeretem megmenteni az embereket, de a grófnőt lehetetlen kihozni onnan. Igenis lehetséges, de segítened kell. Összetört kezével tovább ügyetlenkedett a fegyvernél. Gyere ide! Hadrián hitetlenkedett, de csatlakozott a társához az Arbalestnél. Megforgatta a kart, és amilyen gyorsan csak tudta, hátrahúzta az int. Na jó, mi a terved? Te lemész a várudvarra, és kiviszed Nissa Dalgettet a kapun, aztán szekére teszed, én pedig leereszkedem a kötélen. Odakint találkozunk. Ha lemegyek oda, engem megölnek, tiltakozott Hadrián, amikor az inn elérte a tüzelési helyzetét. Nem hagyom nekik. Nem hagyod nekik? Hogyan nem hagyod? Csak bíz bennem. Hadrián egy pillanatra Royce-ra nézett, csak egyetlen másodpercre, aztán bólintott. Royce-nak felkavarodott a gyomra, amikor látta, hogy Hadrián a bíz bennem érvét találta érdemesnek arra, hogy az életét is feltegye rá. Ha fordítva állnának a dolgok, ő sohasem egyezett volna bele, hanem otthagy csapott papot. Valóban otthagynék, valóban otthagynám meghalni. Hinni akarta, hogy megtenné, csak hogy... Mit fogunk csinálni? Kérdezte Hadrián, amikor a helyére illesztette a lövedéket. Sakkozunk. A harang megkondult. Kín bízták meg a feladattal, hogy félreverje. Az alapgondolat az volt, hogy a kongás majd elkendőzi a lövés hangját. Christopher felkészült rá, hogy meglepet arcot vágjon, de fölösleges volt, mert őszinte döbbenettel nézte, hogy a lövedék eltalálja Nissát. Hallotta a csattanást, mint ha valaki tűzifát hasogatott volna. Valójában pontosan erről volt szó. A lövedék átütötte Lady Dalgett melkasát, és összetörte a széke fatámláját. Christopher próbálta visszafojtani a mosolyát most, hogy a tett bevégeztetett. Vége! Őr leszek! Legközelebb akkor döbbent meg, amikor Nox a tolvajok nevét kiáltotta, és lerántotta a lobogót. Miért nincs ennek a manzánban? A gondolat sehogyan sem egyezett a szeme előtt kibontakozó látvánnyal. Aztán harmadjára is megrázkódtatás várt rá. Nissa Dalgett felült, és kinyitotta a szemét. A törékeny nő mindkét kézzel megragadta a lövedéket, majd kihúzta a testéből. A vessző sötét lett a vértől. Bal kezét rányomta a sebre, jobbjával pedig eldobta a nyilat, aztán mindkettőt rászorította a sebre. Ujjai közül vér szivárgott. Hogy még életben van? Christopher nem lehetett egyedül ezzel a gondolattal. A lovagok felugrottak a székükből, a király emberei elhátráltak,
de senki sem mozdult, hogy segítsen Nisának. Még Vincent sem, aki karnyújtásnyira állt. Meg fog halni. Senki sem élhet túl egy ilyen lövést. Ez csak valami fura véletlen. Most már minden percben összeeshet. De a nő nem esett össze. Nisza továbbra is a sebre tapasztotta a tenyerét, szemét pedig a távoli melvédre meresztette, ahová a lovagok őröket irányítottak. Miközben azt keresték, hogyan rohamozhatnák meg a falat, egy hang vált ki a tömeg morajlásából. Senki sem mozduljon, különben a király meghal! Minden tevékenység félbeszakadt. Royce újra belekiáltotta parancsát a némasságba, hogy meggyőződjön róla, mindenki hallotta. Vincent hátrálni kezdett. Ez legfőképpen rád vonatkozik, felség! Vincent kővé dermedt. Royce folytatta. Nem leszek restjukat ütni a királyon, úgyhogy ne tegyétek próbára a türelmemet. Mindenki pontosan azt teszi, amit mondok. Ha nem így lesz, a király meghal. Ha később engem meg is ölnek, képzeljétek el, nektek milyen bánásmódban lesz részetek, amiért meggondolatlanul cselekedtetek. Mit akarsz? Kiáltott vissza Vincent. Először is mondd meg mindenkinek, hogy kövessék az utasításaimat. A király hezitált. Tedd meg, amire kér, Vinny, könyörgött az uralkodónak Erzsók. Zászlócskákkal feldíszített székéből felugorva, egyből a királyhoz sietett, amikor Lady Dalgetet találat érte. Hallgas, asszony! Nézd meg Lady Dalgetet, nézd meg azt a lövedéket! A következő a te melkasodat éri, közölte vele Royce. Csináljátok, amit mond, kiáltott fel a király. Jól van, másodszor azt akarom, hogy te, felség, és mindenki más is hallgasson el. Nem akarjuk, hogy a király meghalljon csak azért, mert valaki nem hallotta rendesen az utasításaimat. Harmadszor pedig felséget foglaljon helyet. Egy darabig úgy sem megy sehová. A király ezúttal nem tétovázott. Visszaült a helyére, és mindkét karját a szék karfájára fektette. Határozottan rémültnek tűnt. Most a társam le fog ereszteni egy létrát. Azok, akik odalent vannak, álljanak félre. Ha bárki közel merészkedik hozzá, vagy csak egy sötét pillantást vet rá, nos, akkor tudjátok, mi lesz. Úgyhogy a királyotok érdekében és a megtorlás elkerülése véget, amely a király halála esetén a fejetekre és szeretteitek fejére zuhog, messzire kerüljétek el a társamat. Az udvaron beállott csend olyan teljes volt, hogy Christopher még a létre recsegését is hallotta, amelyen Hadrian Blackwater lemászott. Mit bűvelnek ezek? Látva a szétváló tömeget és a feléje közeledő Hadriant, Christopher érezte, nagyszabású terve összeomlani készül. Mi lesz, ha elmesélik mindazt, amit tudnak? Vajon a király hinni fog nekik? Nem, egyelőre biztosan nem, hisz az életére törnek. Végül még jól is végződhet a dolog. Hadrian egyenesen a színpad közepéhez ment, és csak ő érintette meg Lady Dalgetet. Amint lehajolt, hogy felemeljen Nisát, Vincent odasúgtotta neki. Ezért lógni fogtok. Nem fogunk, kiáltott le Royce, megijesztve a királyt. És azt mondtam, hogy senki sem beszélhet. Hadrian fájdalmas nyögéssel a karjába vette Nisát. A nő feje jobbra-balra imbolygott, szeme pedig vakon rebdesett. Egyik karja ernyetten lehult. Blackwater levitte a grófnőt a színpadról, majd elindult vele a főkapu felé, több ezernyi bámuló szempár előtt. Amint Hadrian elhaladt Christopher mellett, a lord hallotta Nisát suttogni. El fogok ájulni. Vigyél a monostorba. Mondd meg Royce-nak, el kell juttatnia a harasztos háti apátságba. Meg kell mondanod. Meg kell. Hallottam, nyugodj meg, felelte a férfi. Tartalékold az erődet. Az erő már elveszett. Az egész várudvar dermedten nézte, ahogy kivitte a hölgyet a kapun, csak egy vékony vérnyomot hagyva maga után, amely a hosszú kék köntös uszájáról csöpögött alá. Mit műveltetek? Sikkantott fel Scarlett. Szeme ki akart esni az üregéből, amikor Hadrian a szekérbe fektette Nisza Dalgetet. Olyan lágyan csinálta, amilyen lágyan csak tudta, de a nő egy vérben ázó hervatronynak nézett ki. A ruhája szivacsnak hatott, amelyből sűrű vörös cseppek szemerkéltek. A bőre fény lett és sikamlós lett. Habár Nisza Dalget nem nyomhatott többet 50 kilónál, Hadrian bordái erősen tiltakoztak. A súly nyilallásait nem csak az oldalában, de a vállában és a hátában is érezte. Mély lélegzeteket vett, de az sem segített, pedig szüksége lett volna rá, mégpedig sokra. Mire rátette a nőt a röngszekére, karja reszkedett a fájdalomtól. Scarlett felugrott, és sebesen ágyat rögtönzött a szekérben hagyott pokrócokból. Segített belefektetni Nisát, és összetekert egy takarót párnának, leszedegetve róla a fűszálakat,
mintha bizony Lady Talgatet érdekelni a dolog. Hajtsd a szekeret ahhoz a falhoz ott, mutatta Hadrián. A fal túloldalán kötél lóg a melvédről. Royce egy percen belül leereszkedik rajta, remélem. Mit tettetek? Ismételte meg Scarlett várló hangon, miközben tovább sürgött forgott Lady Dalgett körül. Azt hiszi, ez az én művem. Jó, én hajtok. Hadrián fellépett a kerék egyik küllőjére, és felhúzta magát a bakra. További fájdalom érkezett. Hegyes tűk, roppant hosszú tűk döfögötték az oldalát, megfosztva attól a kevés levegőtől is, amilyen maradt, így össze kellett szorítani a fogát. Összetörtem magamat, amikor a karomban vittem. Felvette a gyeplőt, kiengedte a féket, és egy Scarlett-től tanult cupogó hang kíséretében előre ösztökélte a fogatot, miközben megrázta a hosszú bőrszíjakat, majd csapott egyet velük. Amikor érezte, hogy a szekér elindul, Scarlett felnézett rá. Mi folyik itt? Mit tettetek? Hadrián a fal felé irányította a lovakat. A szekér döcögésétől, zakatolásától össze-vissza rázkodott a bakon, és egyre kimértebben szívta a levegőt a foga között. Amikor Royce ideér, nagyon gyorsan fogok hajtani, mondta a nőnek, és csak most döbbent rá, milyen kezdetleges a szekér felfüggesztése, és mennyi fájdalommal fog járni az út. Hátra pillantott Nisára, akinek sápat arca jobbra-balra himbálódzott a szekér mozgásától. Vagy halott volt, vagy eszméletlen, de legalább nem szenvedett. Hová megyünk? Hadrián lepillantott a grófnőre. Arasztos háti apátságba. Az apátságba? De hát, mindketten felnéztek, amikor egy sötét ruhás alak lendült át a falon. Royce a kötélre fonódott lábakkal úgy csúszott le a talajra, mint egy zsinóron végig gördülő esőcsepp. Amikor leért, a szekér felé iramodott, és azt kiáltotta. Hajts! Hajts! Hadrián csapott egyet a gyeplővel, és a szekér előre lendült, éppen akkor, amikor Royce felugrott rá. A tolvaj három jó ujjával elkapta a bakot, és lehuppant Hadrián mellé. A szekér hánykolódott, ugrált a kátyukban, és a levegőbe repülő Hadrián olyan keményen zöttyent vissza az ülésbe, hogy lehúnyt szemhéja mögött apró táncoló fényeket látott. Amikor elérték az utat, a földrengés alább hagyott. Továbbra is erősen rázkodtak és rángatóztak, de már nem repkedtek, mint a tavaszi vásáron a vitorlá vászonról levegőbe dobált gyerekek. Royce hátramászott. Mit műveltetek? Kérdezte Scarlett, túl kiabálva a szekér dörömbölését és a szél sziszegését. Hogy van? Kérdezett vissza a tolvaj. Vér folyik a szájából, úgy van. Ez meg mit jelent? Hadrián, te olyan orvosféle vagy, megtudod? Nem vagyok orvosféle, de még én is tudom, hogy legalább 5 perce halottnak kellene lennie. Már akkor ki kellett volna lehelnie a lelkét, amikor meglőtték. Hadrián összeszorította a fogát, amikor átgördültek egy mélyedésen, amely végül nem is bizonyult olyan rossznak, mint gondolta. Azaz így egy árbaleszt volt. A seregben arra használtuk, hogy páncélokat üssünk át, és lovakat öljünk vele, meg hogy összetörjük az ostromtornyok kerekeit. Egyetlen lövedék képes megállítani egy támadó vízi bivajt. Royce, semmi esélye, hogy életben marad. Vért köp, mert legalább a féltüdeje kiukadt, vagy még inkább cafatokra szakadt. Belefulladt a saját vérébe, már amennyi maradt belőle. Royce Scarlettre pillantott. Ismersz valakit, aki segíthet rajta? Hadrián szerint az apátságba visszük. Azt hiszem, az lesz a legjobb hely. Az apátságba? Miért oda? Ne engem kérdez, felelte Scarlett. Ő kérte így, tudatta velük Hadrián. Akkor ez eldönti a kérdést, jelentette ki Royce. Scarlett a fejét rázta. A szekér nem megy fel arra a hegyre. Hadrián az úton tartotta a szemét, de az a néhány pillantás, amelyet három utasára vetett, semmi jóval sem kecsegtetett. Scarlett, aki nem volt megelégedve a hevenyészet párnával, az ölében tartotta Nisa fejét, két lábát kinyújtva a hölgy mellett. A könnyeivel küszködött, miközben a szél tűzvörös haját korbácsolta. Royce jobbiknak nevezhető kezével kapaszkodott a szekér korlátjába, és jobbra-balra hánykolódva, szemöldök ráncolva figyelte Nisát. Igaza van, vélte Hadrián, talán az út feléig eljutunk, de az ösvény elkeskenyeredik, és túlkozottan meredek meg sziklás. Harasztos völgyben lovakat válthatunk, kiáltott vissza Scarlett. Friss lovakat szerzünk, felnyergeljük őket, és ott hagyjuk a szekeret, de valakinek lóháton kell felvinnie a grófnőt. Majd én felviszem, ajánlkozott Royce. Újabb buckán repültek át, és Hadrián felhördült. Ha nincs Scarlett, Lady Dalgett feje a fadeszkán kopogott volna. Bár úgy sem érezte volna. A hölgy már semmit sem érzett, és ez valószínűleg már örökre így marad. Valaki elmondaná végre, mi történt odabent? Kiált a Scarlett dühötten, riadtan,
még mindig Nisza fejét tartva, miközben kifésülte a grófnő haját az arcából. Túl későn értünk oda, közölte vele Hadrián. Aztán Royce megfenyegette Maranon királyát, hogy lelövi. Komolyan beszélsz? Scarlett elhűlve nézett a tolvajra. Ez még tőled is meredek. Elmondanád, miért csináltuk mindezt, Royce? Szegezte neki a kérdést Hadrián. Általában az ilyesmik miatt szoktál vele mordítozni. A társa nem felelt. Hátra billentette a fejét, és az eget nézte. Észrevette valaki, hogy elerett az eső?